Egy számomra váratlan és különleges beszélgetésen kerül sor. Valóban néhány napja találkoztunk polgármester úrral, és erről még nem volt szó. Milyen új beruházás készül, épül majd itt Tiszafüreden? Sokat dolgozunk azon, hogy a városból új befektetők jöjjenek, kisebb-nagyobb befektetők, és nagy öröm számunkra és az egész város számára, hogy egy olyan befektetés jön most Tiszafüredre, amely lényegében az egész városnak és a környéknek is örömére lesz, és sok olyan dolgot megtalálnak majd itt, amelyért jelenleg el kell utazni más településre. Ugye beszéltünk már, hogy sikerült új munkahelyeket teremtenünk az elmúlt 5 évben, és folyamatosan tárgyalunk nem csak nagy vállalkozókkal, hanem olyan kis és középvállalkozásokkal is, akik ha egy kisebb kereskedelmi egységet, vagy bármilyen új szolgáltatást hoznak vissza Füredre, az azért is jó, hogy új munkahelyen jönnek létre, nőhet a város iparűzési adó bevétele, és nem elhanyagolható szempont, hogy a helyi lakosoknak több helyben elérhető szolgáltatás lesz. Milyen területről beszélünk, és milyen beruházásról? Ez most kereskedelem, és szerintem ez már nem titok, hogy egy Pepco üzletnek a nyitása körvonalazódik Tiszafüreden, és ha lokalizálni kell még városon belül, akkor a belső Fogpartúton épülő új városi részen. Amikor ugye azt mondtuk, hogy egy új várost, egy új belvárost építünk, akkor amit mondtunk, azt is csináljuk. Nem csak új piaccsarnokot, új egészségügyi rendelőt építünk, hanem tényleg szeretnénk ott egy olyan központi részt kialakítani, ami miatt egyre több oka legyen az embereknek oda elmenni, és egyre több dolgot tudjanak helyben elintézni. Ez az egyik dolog. A másik, elég népszerű a tiszafüredi lakosság, de úgy általában a lakosság körében ez a típusú üzlet, hiszen akár saját példámat is hozhatom, ha Debrecenben vásárolok, vagy Egerben, fel szoktam keresni ezt a boltot, mert nagyon jó termékeik vannak, és elérhető áron. Tiszafürediek számára ez szerintem különösen fontos, ez mindenki számára megfizethető, ezt személyes tapasztalatból is tudom, és nagyon sok emberrel beszéltem, aki örül annak, és várta már, hogy ideig eljussunk. Szeretük volna, hogyha ez hamarabb létrejön, hamarabb tudjuk realizálni, és már akár most ebben a hónapban már a tiszafürediakot vásárolhatnának, de ennek ugye egyéb okai is vannak. Nem akarom elvenni a beruházónak a szavait, a kenyerét, ezt majd ő jobban el tudja mondani. Még a helyszínről egy kis információt kérek szépen. Ez a Rétút és a belső Fogpartút találkozásánál van. Pontosan ez a helyszín, van. Ez önkormányzati terület? Önkormányzati terület volt, ugye előtte magántulajdon volt, utána lett önkormányzati terület, és azért az elején nem is jött szóba ez a terület. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy minél fél éve, most ettől a pillanattól számítva akár fél év, de háromnegyed évre is visszamehetünk, amikor az első tárgyalásokat elkezdtük, hiszen korábban is elmondtam már számtalanszor, hogy az, hogy beruházó vagy egy befektető egy városba jöjjön, ahhoz nem egyik pillanatra a másikra történik meg, hanem sok tárgyalás előzi meg, a befektető meggyőződik arról, hogy az adott környezet az befektető baráta, megtérül-e az adott befektetés, és az alapján dönt róla, hogy abba a városba jön-e. Miután ezen a tárgyaláson túl voltunk, utána megnéztük az lehetséges és szóba jöhető kormányzati területeket, és azért több területből került kiválasztásra ez a szóban forgó terület. Ki volt itt tulajdonképpen a terület vásárlója? Nem maga a Pepco áruházlánc, hanem? Nem, hát itt ugye megbíznak egy ingatlanfejlesztő, ingatlankezelő céget, aki majd magát a beruházást elvégzi, és gyakorlatilag az önkormányzat nem magával a márkanévvel köt szerződést, hanem azzal a céggel, akit helyben erre létrehoz egy vállalkozást, és itt ezt a kivitelezést majd megoldja. Bemutatom a televízió nézőjének Balla Zoltánt, a PPF Kft. Tulajdonosát, ügyvezetőjét. Hogyan kerültek ide Tiszafüredre? Milyen információk alapján? Hát magának a megbízónak vannak országos elmérései, hogy mely városokban szeretnének új üzleteket nyitni. Így került fel a térképre a Tiszafüred is. Mi egy picit azért régen óta foglalkozunk Tiszafüreddel. Nagyjából 2 éve keressük a megfelelő helyet arra, hogy egy új Pepco áruház nyílhasson Tiszafüreden. Azt ön is tudja, hogy 2 évvel ezelőtt az a terület egészen máshogy nézett ki, mint most. Természetesen. De jó választás volt, meg kell mondanom. Természetesen. Úgy gondolom, hogy elég széles információkkal rendelkezünk Tiszafüred potenciális lehetőségeit illetően. Így jutottunk el, miután alapvetően elmondhatom nyugodtan, hogy az összes többi helyszínnel
kudarcot valva az önkormányzathoz, ahol a városvezetéssel nagyon nagy segítséget kaptunk ahhoz, hogy megfelelő helyszínt találjunk, ami mind az önkormányzat hosszú távú elképzelései, mind pedig a majdani bérlő elképzeléseinek megfelel. Nem tudom pontosan, hogy hogyan jött létre önök között a kapcsolat. A Pepco kereste meg önöket, hogy keressenek helyszínt és építsenek egy áruházat, vagy önök terve volt, és utána találták meg, mint lehetséges bérlőt? Alapvetően hosszú távú kapcsolatokat ápolunk a anyavállalaton keresztül a Pepco-val. Az országban több helyen folynak jelenleg is építkezéseink, amik vagy részben, vagy teljes egészében a Pepco-nak szólnak. Itt Tiszaföldön építettek már esetleg? Nem, Tiszaföldön újra vagyunk. A legközelebbi projektünk, ami itt található, az Karcagon van. Karcagon a Karcag Center nevetű bevásárlóközpont, az szinte mi tulajdonunk. Kérnék szépen néhány adatot a majd megkezdődő építkezésről. Mekkora a terület, mekkora lesz a területe az üzletnek? Alapvetően, mivel van egy plázatörvény, ami ma Magyarországon érvényes, ebből kifolyólag bruttó 400 négyzetméter fölötti építéshez nagyobb különengedély szükséges. Tehát a várható üzletnek a bruttó alaptörvete az 400 négyzetméter lesz, ezt nyugodtan elmondhatok. Ez a maximum, amit építhetünk ez alól a extra felmentés nélkül. Előreláthatólag ebben az üzletben 6-7, esetleg 8 majdani alkalmazottnak tud munkát adni a Pepco, illetve nagy valószínűséggel mi egy üzemeltető kollégát fogunk itt helyben keresni, aki a mi munkákat segíti majd. Remélem ismeri, vagy látta már azokat a terveket, amik annak a városrésznek a fejlesztésére vonatkoznak. Például a polgármester úr azonnal meg tudja erősíteni, hogy ott például nagyon sok parkoló jön létre. Önöknek kellett ilyesmit terveznie, mert azt hiszem kötelező az áruházatnak a saját parkolási helyüket kiépíteni. Így van, mi ehhez az épülethez az OTÉK szerint 22-23 parkolóra van szükségünk, és ezeket meg is fogjuk építeni, sőt, kerékpártárolók is fognak épülni ezek az épületek szoros összefüggésben. Valójában milyen fajta technikával építkeznek? Hagyományos eszközökkel, vagy pedig ezzel a könnyű szerkezetessel, ami néhány hónap alatt megvan? Mi a könnyű szerkezetes épületeket szoktunk építeni, alapvetően itt is ez kerül majd kialakításra. Mikor kezdenek hozzá a munkához? Ma. Elkezdődtek a munkálatok, igazából tegnap. Tegnap kézierővel a meglévő épületnek a cserépeit leszettük, illetve a gerendákat, majd nap már gépi munkával hát most már azt merem állítani, hogy szerintem már nincs ott az épület, a korábbi épületnek a montása történt meg. Hogyan terve nyithatott meg majd az üzlet? Terveink szerint a jelenlegi állás szerint az üzlet előreállhatólag 2020 második, harmadik, negyed évében fog megnyitni. Így szeretném megjelzni, hogy terv szerint ennek az épületnek már állni kellene, de sajnos közvettek kisebb-nagyobb problémák. Egyrészt a telek kialakításnál voltak problémáink, másrészt pedig a testületen belül, amint mi prezentáltuk a saját elképzeléseinket, úgy éreztük, hogy nincs teljesen összhang, és bár a önkormányzat vezetése részéről megvolt a teljes melszélességű támogatás, itt azért egy picit megcsúsztunk az idővel. Polgármester úr, mi volt ez a probléma, amiről most Zoltán beszél? Én erről ugye korábban is tájékoztatást adtam még a Facebook oldalamon, hogy a képviselőtestület nem támogatta egyhangulag ennek a beruházásnak a létrejöttét, és ahogy azt megszokhattuk az elmúlt 5 évben az ellenzéktől, ezt a beruházást is próbálta akadályozni, mert most így a választáshoz közeledben semmi nem drága nekik, de ez ugye nem rajtuk múlt, hogy ez a beruházás végül elindulhatott, hanem a testületi többségen rajtunk, akik végig támogattuk ezt. Tehát egész egyszerűen nem szavazták meg azt a folyamatot, azokat a döntéseket, amelyek ahhoz kellettek, hogy a beruházó ezzel a területen el tudjon indulni. Pedig az egész városban köztudott volt, hogy várták az emberek ennek a üzletnek a beindítását, hiszen már a közbeszédben már régóta tárgya volt az a kérdés, hogy lesz a Pepco üzlet Tiszafüreden. Ezért is tettem közé azt a tájékoztatást akkor, mert tőlem is sokan kérdezték,
és nagyon sajnálom azt, hogy egy ilyen negatív tapasztalatot kellett a beruházónak megtapasztalnia, mert azért általában az ilyen befektetéseket, az ilyen beruházásokat egy képviselőtestületnek egyhangulag támogatnia kellene. Önök között lesz-e még további együttműködés, vagy a teleket megvásárolták, és a munkát elvégzik majd? Természetesen az elkövetkezőkben az építkezéssel kapcsolatban is lesz együttműködés az önkormányzat és a cégünk között, valamint a parkoló kialakításánál még feltétlenül számítunk egy komolyabb együttműködésre, ahol mi szeretnénk plusz parkolókat biztosítani az újonnan megépülő belváros részére. Nagyon szépen köszönöm azokat az információkat, amiket megosztottak velünk, és jó munkát kívánok önöknek! Köszönjük szépen!